Sziasztok, én Bence vagyok, és ez itt a Budapest, egy új formáció. Itt van velem Szabolcs és Patrik. Ebben a videóban egy olyan dolgot fogunk csinálni, aminek az a neve, hogy én még sosem. Itt az a lényeg, hogy... Még sosem kefével keféltem a szakállam. Aj, Patrik! Vannak ilyen mondatok, hogy én még sosem hazudtam, én még sosem ittam, stb. Ezeket fogom felolvasni, és sorba megyünk, hogy ki csinálta már és ki nem. Hogyha csináltad már, akkor el kell mesélni, hogy... Direkt olyan kérdéseket írtunk egyébként, amivel mindenket le lehet égetni a francba. Igen, tehát ennyi a lényeg. Ez a videó célja. Hogyha tetszik nektek ez a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, kövessetek be Patrikot Instagramon, Szabit mindenhol, ott lesznek a linkek a leírásban, és akkor kezdhetjük a videót. Így van. Készen állsz? Én nem. Látszik, hogy nagyon be voltál fagyva. Teljesen elég veszem. Jó. Én még sosem randiztam nézővel, az lehet követő. Ugye neked is vannak azért néhányan, akik ismernek és követnek. De lehet a Bence követője is. Igen. Ó, na ez nagyon érdekelne. Menjünk sorba. Sosem randiztam a nézővel. Randiztam a nézővel? Én randiztam a nézővel. Hogyan alakul? Hogy írtatok egymásnak? Hát ugye minden nap kapok üzeneteket, hogy találkozzunk, hogy mitől jöjjünk össze. És láthatod, hogy nem úgy, hogy jöjjünk össze, hanem hogy mitől ígyunk meg egy kávét, vagy akármi. És láthatod, hogy csinos a jáinka. Hát jó, hogy mondja. Igen. Hát és akkor így üzenet elfogadása. Hello. Jobbra húzzuk a messengeret. Múlva Szabolcs elfogadta a kérdésed. El tudom képzelni, Szabit így. Igen. Fontoltam a terület, és megittunk egy kávét, és ennyi. De jó volt amúgy? Kínos volt? Hát rájöttem, hogy nem szép. De nem volt még barátnőm néző. Nekem sem volt néző barátnőm. Én még nem randiztam. Sőt, nem randiztál. Nem randiztam nézővel. A jelenlegi barátnőm fogalma nem volt róla, hogy én ki vagyok. Úgy találkoztunk, hogy én csak egy Szabi voltam. Nem tudta, hogy fiatal voltál és kellett a pénz, aztán elkezdted? Ja. Jó. Én még sosem törtem össze a szüleim kocsiját. Ugye neked nincs jogosítványod még. Nincs. Viszont még megvan az esélyed, hogy összetörd a kocsiját. Még lehet össze fogom törni, nem biztos. Nem egy alkalom volt egyébként, hogy azt mondta, hogy vegyük el apukám autóját, tudok vezetni. És én állítottam le igazából, hogy ne vegye el az apukai autóját. Törted-e már össze a szülők autóját? Tehát neked már van jogsít 2 éve, 3 éve? Amikor az történt... Igen, úgy volt. Nem volt jogsít. Nem volt jogsít? Nem. Öregapámnak volt egy terepjárója, egy ilyen Jeep. Mentél mindig... csajozni, mi? Nem, hanem óriási kertünk van Szombathelyen. Igen? És mindig azzal vagánykodtam házőmlékor, hogy fogtam, azt beindítottam az autót, azt ralléztem a kertbe. Igen? Hát és nekiduloltam a tornásznak. És utána szállanként ültettétek hát vissza a fűszállakat? Hát nem, leszakadt a... Kocsi fele. Hát igen. Azóta nincs ez a kocsi, tehát... Hogy mondtad el? Nem mondtam el. Ja, hagytad, hogy lássák? Nem, hát hiszen gyors kötözőben te úristen! Nekem inkább ilyen koppintottad. Nem törted össze, hanem megkoppintottad. Ja. Igen, tehát volt az, hogy a Meki parkolóban neki tolattam a másiknak, de nem én voltam. Neki tolattad a másik autónak, erre csak ennyit látsz, hogy rányomja a gázra, s megy. Megkoppintotta, 5-ösbe kivette 2-esbe, és kiszakadt a motor helyéről. Nem én csaptam neki a tornásznak a PAM autójára. Vette a jogosítvány. Ki? Te. Én biztos vagyok. Vetted? Nem vette egyébként. Egy kasrút kolbászt vittem neki. Meg pálinkát. Igen. Még sosem hazudtam a barátaimnak. Úgyhogy kiderült. Utólag. Ja, te igen. Te nem. Hát te igen. Na, menjünk sorba, te hazudtál, nekem is kiderült. Te hazudtál barátaidnak? Biztos hazudtam már barátaimnak. Hát ő diktálta ezt a kérdést. Hát vannak kegyes hazugsága szerintem. Jó, hát én is hazudtam, hát úgyhogy de most nem. Hát de igen. Hát van, inkább nem mondaná el valamit, majd később kiderül, vagy ha rákérdez, megmondod, de van amikor, hogy fölhozza, és nem tudod megmondani neki azt, hogy hát az így volt. Ja. Ugyanez volt tegnap is. Én még sosem cigiztem. Kitörte be az ablakot hátul. Hol? Itt valahol betörtétek az ablakot? Hát, de... Nem voltál itthon. Vagyis... Mi? Te szivattok engem. Betörték az ablakot? De aranyos. Nem. Én még sosem cigiztem. Nem. Én még sosem hazudtam a barátaimnak. Igen, most mutatod az előtti kérdést. Cigiztem. Hát cigiztem. Én is cigiztem már. Én is cigiztem. Hány évesen cigiztél legelőször? Én 13. Én még nem nagyon fiatal lettem. Engem el is kaptak. Konkrétan? Kik? A szüleim. Vettek egy csomag cigit, aztán megetették velem, azt mondták többet nem. Jól is tették, azóta nem cigizel, Istennek. Általános iskola,
ilyen 5.-6. osztály, de lehet 4., nem tudom. Tehát én nagyon korán, és így volt ez a vagánykodás, hogy hát hú, cigi, az ilyen nagyon negyedik felnőttes, egyébként nagyon felnőttes dolog, és hú, de menő, és hogy izé, vannak olyanok, akik tudod, 8-osok, és cigiznek, és akkor menő, pedig nem az amúgy, egyáltalán nem menő. Figyelj, és volt egy csávó, aki úgy osztálytársam volt, és utáltak egymást, gyűlöltük egymást, de azért cigizni együtt jó lesz. És emlékszem arra, hogy így megérkezett ezzel az ilyen papír zacskós multifilter szűrő nélküli cigi. Az volt az első cigi, na hát ott mondtam, hogy nem fog cigizni. Tehát, hogy így... És most hol tartasz? Nem, majdnem megfulladtam. És most hol tartasz? Most hol tartok? Hát, hogyha nem cigizek. Ja. Azért akkor. Ne cigizzetek. Még sosem akartam törölni a csatornám. Szerintem mind a hármon akartuk már törölni. Hát én most van, majd én itt a sem letöröltem 10 videón. Ja igen, ott voltam. Mondtad neki, úgy sem mered letörölni. Azt mondja, micsoda? 10 videó. Pak, lemered. Patrikot nem lehet ilyet mondani, mert megcsinálja. Hát megcsinálta. Én még sosem randiztam úgy lánya, hogy időközben elfelejtettem a nevét. Lehet az randi közben, vagy... Hát én már igen. De nem, nem, én nem. Én nem, én nem randiztam, hanem mindig ez, amikor ilyen egy éjszakás... Kaland? Nem is lesz, hogy kaland, nem fekszetek le, csak kavartok. Ja, ha? És elfelejtetted a nevét? Hát mit tudom, én már egy órája beszélgetünk, kiszolgatunk meg ilyenek, és még mindig nem tudom milyen neve, és egyik mondok mindig, hogy te. Hallottál? Hát te. Viszont meg egy poharat most. De egy óra, ha te. Te volt már, úgyhogy elfelejtetted a lány nevét. Most olyan barátnőnek is tudja a nevét, nem igazán. Én még sosem akartam úgy vásárolni, hogy nincs nálam pénz. De nem az, ezt úgy gondoltam, csak nem tudtam jobban megfogalmazni, nem tudok fogalmazni. Az elég volt. Tehát, hogy vásároltál, de nem volt nálad pénz. És akkor álltál ott a sor végén, és így szemét. Nincs nálad pénz. De akkor miért állsz a sor végén? Ezt te csináltad? Elmész vásárolni kártyádon, tudod, hogy van pénz, de nincs. Ja, értem, tehát azt hiszed, van pénz a kártyádon. De nincs de... rajta. De és akkor próbálsz fizetni, és elutasítja. De kínos lehet, nekem én. És mit tudom, velem tudod, hogy volt ez? Amikor karácsonykor nagy bevásárlásért elküldtek az apámék, apám adná oda a pénzt, de adjad apa, van a kártyámon pénzt, mert kifizetem ezt a rendezvényt a számláról utólag. Tudod, ez a nagy íze, csirke, hal, minden telepakolva a metróba, tolom a kocsit, beállok a sorba, pu-pu-pu-pu, fél órán kell, hogy lepittyogtatja a néni. 80 ezer forint. Nem, ilyen 40. Tehát ilyen, igen, igen. Ez a karácsony bevásárlás. Le íze, elutasítva. Na fiam, így megy a YouTube. De ez nem YouTube, tehát ez 2 éve van. És akkor mit csinálsz? Te mit csinálsz? Hát így ránézel. Arra kimented, hogy nem lehetne földet törölni. Én még sosem pisírtem be álmomban. Nem. Nem létezik. Nem, komolyan kiskorodban nem. Sem. Lehet, nem csak, álmod... én nem emlékszem. Én mindig azt álmodtam, megyek ki a vécére pisírni, és bepisírtam. De nem, én ilyesmire én nem emlékszem. Balaton. Én mindig azt álmodtam, hogy belesétek a Balatonba, és belepisírtam. És így pisírtam. És te nem pisírtél? Nem emlékszel egyet? Nem emlékszem olyan esetre, de lehetséges. Mikor volt az utolsó ilyen? Nem. Nem amúgy. Én még sosem akartam kicseszni az exem. Ó, hát mi? Hát... Én még nem akartam soha. Én sem. Én sem. Annyira papofával ki tudja mondani a kamut, tehát hogy én sem. Én. Na, nem tudod, hol vagyunk? De tudom, csak ezt te mondtad ugye, én még sosem kakiltam bele egy medencébe. Ez ki írta? Ez Patrik írta. De miért te írtad? Én nekem eszembe nem jutott, én még viszont sem nem. Én még belepisíjani sem. Tehát, hogy... De várjál. De nem, nekem úgy volt ez az egész történet. Magadnak írta egy kérdést, hogy elmondtad? Ez úgy történt, hogy elmentem... Hány éves voltál? 14. Nem, 10-11 éves lehettem. Na, 10-11 éves lehettem, és elmentünk az uszodába, hogy tanítsanak úszni. Azóta nem tudok úszni, mindegy, lényegtelen. Megijedtél a történésre? Nem az, hogy megijedtem, hanem egyszerűen benne voltam a vízbe, és nem tudtam kimászni a medencébe. De inkább attól kakéltál be, hogy próbáltál kimászni a vízbe. Micsoda? Hát az erőködés, hogy nem tudtad felhúzni magad a vízbe. Nem az, hanem megijedtem, hogy nem tudok kimászni a medencébe. És azért? Igen. A medencébe. Igen, hát most mit csináljak? Hát repüljek ki? Mi és mit volt? Várj, és így bekékült a víz, mint a filmekben. És ennyi lett ez a videó, reméljük, hogy tetszett nektek és szórakoztatónak találtátok. Rendesen elégettük magunkat, úgyhogy
reméljük. Próbáltuk magunkat leégetni, tehát az mondjuk sikerült. Ezzel a medencéssel túltetlenül, bőven. De minden lényegtelen. Ne felejtsétek el, hogy Patriknak ott van az Instagram, és Szabinak a YouTube-ja is az Instagram, és nekem is még ott van az Instagramom. Illetve szombaton találkozunk itt Budapesten a YouFest-en, nekem lesz előadásom, remélem, hogy sokan eljöttök, és megkóstoljátok a South Volumen 2 teámat. És találkozunk a következő videóban, én Dezső Bence voltam, sziasztok! Sziasztok!